Edzőváltással zárta a tavalyi évet a Vecsési Futballklub. Gendur László munkáját a csapat egy korábbi edzője, Vince Gábor folytatja. Ugye az őszi bajnokságban, sőt még tavaly is a Gendur László volt a vezetőedzőnk. László szólt, hogy a magánéletbeli elfoglaltsága miatt nem tudja tovább vállalni a vezetőedzőséget a klubnál. Én megköszöntöm neki a munkáját, és hát sok sikert kívántam az életben neki minden területen. Ez a változás történt a klub életében. És hát a másik dolog, ami ugye kerestünk egy másik vezetőedzőt, és hát Vince Gábor jött vissza hozzánk. Ugye ő egyszer valamikor elment tőlünk, jó másfél-két év ezelőtt. Ő úgy érzi, nagyon szeret bennünket, és nagyon szerette Vecsést, és nagyon szívesen és örömes jött vissza hozzánk. Úgy érzi, hogy egy nagy hiányűrt hagyott itt maga után, szeretne ezt befejezni és megvalósítani a terveit, és örömmel fogadtuk, és hát neki is sok sikert szeretnék kívánni, mint magam, mint pedig a klub, mint pedig a város nevében. Meg is kezdődött már a felkészülés a játékosok számára, hol? Hát egy óriási öröm volt, tegnap kezdtük a felkészülést, az első felkészülési napunk volt, tegnap találkoztunk, ugye az új vezetőedző találkozott a játékosokkal, és kimentünk a műfős pályára, amit ugye sikerült megépítenünk. Hát megdöbbentő volt ez a nagy öröm a játékosokon és mindenkin, és most látok először azért, hogy ez mennyire nagyon jó, és hogy mennyire komoly, és mennyire szép ez az új nagy műfős pálya. Hát gyönyörű volt, és a nagy örömmel fogtuk neki, és használták a játékosok is. Én úgy gondolom, hogy valamikor ezt régen én nagyon szerettem volna, és én vertem a habot igazából itt bent az önkormányzatnál, hogy mennyire fontos egy ilyen nagy műfős pálya a városnak, és mennyire fontos a sport életében, talán minden szakosztálynak, utánpótlásnak, labdarúgásnak, de mehetnék messzebb is, tehát más sportágokat is. És szeretném megköszönni azért ezt a rólási segítséget, amit kaptam ezügybe kifolyólag, mind a jegyzőasszonytól, mind pedig polgármester úrtól és a képviselőtársaimtól, ugye, hogy mellém álltak, és hát sikerült ezt megvalósítani, mert ugye nagy gondban voltunk akkor, mikor ezt beadtuk ezt a pályázatot, mert nem láttuk, hogy honnan lehetne az önrész mellé teremteni. Ugye ez egy 150 millió forintos beruházás volt, ebből magát csak a műfűről beszélek, még a járásos költségek azért még hozzájönnek, de maga a műfűnek a megépítésére az önrészünk az a 45 millió forint volt, és a többit pedig TAVO támogatásból szedtük össze. Itt a legfőbb TAVO támogató Budapest Térsport volt. Neki is köszönöm szépen, nekik is a segítséget. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mérföldkő ez a város életében, és az első olyan lépcső, amit sikerült megvalósítani. Ugye a tervünk az, hogy ide a Sándor tanyára szeretnénk egy új sportközpontot megépíteni, és az első lépcsőt azt megléptük. Óriási dolog, még egyszer azt mondom, és köszönöm szépen a támogatás segítséget, hogy mégis a beruházások mellett sikerült nekünk ezt a önrészt mellé tenni, és ez egy óriási dolog. Köszönöm, nem tudok mit mondani, nagyon-nagyon szép, és tényleg örömmel vettük használatba az egész pályát. Hogyan oszlanak majd meg az edzések, ez az új pálya, a műfűves pálya, illetve a régi sportpálya között? Hát ugye télen ugye a felkészülésnél ott mindenki a műfűvet használja, a régi sportpályán ugye csak élő fű van, ilyenkor nem lehet használni. Ilyenkor mi mindig béreltünk valahol máshol, Budapesten, itt-ott, ahol lehetőségünk volt. Mindig kell alkalmazkodni ahhoz, hogy mikor kapjunk pályát, mert az annyira le van kötve, mindenki ezt használja, hogy volt, mikor 8 órakor tudtunk edzeni este, volt, mikor korábban egy picit, ne egy héten, egy-két napot kaptunk lehetőséget. Ez a változás egy óriási. Hát ugye most mindenki a műfőt fogja használni, utánpótlás is, és a nagy csapat is. És hát ugye ezt a Palotai Palival megbeszélve, közösen leegyeztetve, mikor az utánpótlás, mikor a nagy csapat használja. Ide vannak lekötve minden edzőmérkőzésünk, ugye 10 darab edzőmérkőzés lesz a felkészülés alatt. Ezt föl fogom tenni majd a honlapunkra. Ezek le lesznek pontosítva, már le is van egy-kettő, sőt több is le van, csak még nem került fel a honlapra. Itt lesznek az edzőmeccsek, minden edzőmeccsünk itt lesz, remélem az időjárás engedi a hó, ugye, az, hogy meg is tudjuk tartani a meccseket. Valamikor este lesz, valamikor pedig napközben. Szerda és szombat folyamatosan, azt hiszem jövő héttől szerda, szombat. És hát tudomásom szerint már van jelentkező is, aki szívesen bérelné a pályánkat. Ez abban a szempontból jó, hogy lesz egy befolyt összeg, amit a pályakarbantartására tud folytani az önkormányzat.
Mikor lesz majd az első megméretetése a VFC-nek? És az első bajnokink az február 28-án, február végén indul a bajnokság.